Kedves nézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Tabuk, Tények, Titkok mostani beszélgetés sorozatában, és a vendégem a tervezett három részhez Kovács András fizikus. Vele ebben a műsorban már találkozhattak, de mindig Skype-on beszéltünk Helsinkiből. Most az a szerencse ért minket, hogy az András itt van egy rövid időre Budapesten, és felhasználtam ezt a lehetőséget, hogy akkor most élőben, húsvér minőségben tudunk vele találkozni és beszélni. András fizikus, itt végzett az ELTE-n, és utána különböző országokban, külföldön dolgozott, jelenleg Finnországban él, Helsinkiben dolgozik. Az apropó, ami kapcsán kértem, hogy beszélgessünk, hogy frissen most jelent meg egy tanulmány kötetük, a proton és a neutron belső struktúrája. Ez angolul jelent meg, ez egy szakkönyv. Na most azt szokták mondani, hogy az értelmiségi viták azért olyan hevesek, mert nincsen tétjük, ennek van tétje, az, hogy hogyan is alakul, hogyan is néz ki az anyag, ez egy fundamentális kérdés, ami szerintem nem csak a fizikusokat, elméleti részecske fizikusokat érdekli, hanem a magamfajta hétköznapi mérnököt is. Csak emlékeztetni szeretném a nézőket, hogy idestova 150 évvel ezelőtt azzal szórakozott néhány ember, hogy filmre tett néhány ásványi anyagot, és aztán kiderült, hogy fekete papíron át is megfeketedett ez a film, tehát valami rejtélyes sugárzás kialakult ebből. Ebből jött ki aztán a radioaktivitás, majd az atomenergetika, annak minden katonai, politikai vonatkozásával együtt. Hogy mondok egy másik példát, az 1880-as években a német egyetemeken, ahol hatalmas kőzettárak voltak, néhány meglehetősen csekély értelmű fizikusnak azt a feladatot adták, mert már nem tudtak mit adni nekik, hogy itt van ez a nagy ásványtár, nézegessétek már meg az ásványok vezető képességét. És ebből a sok-sok ásványból találtak olyat, ami rosszul vezet, ezeket nevezték félvezetőknek, de találtak olyan anyagokat is, amelyek csak az egyik irányba vezették az áramot, a másik irányba nem. Most ez akkor ilyen köldök nézegetésnek tűnt, vagy az is, hogy elkezdték nézni ilyen ferdesíkoknál, hogyha megfújták széllel, akkor mekkora a felhajtóerő. Sok olyan dolgot csináltak eleink 150 éve, ami akkor hát olyan érdektelen hülyeségnek nézett ki, akkor a fizikának a csúcsa egyrészt az elektrodinamika volt, de azt kevesen művelték, az a mechanika, a pörgetjük, nagyon elegáns matematikát lehetett köré építeni, meg tenzorokat, ma is használjuk ezeket. András szerintem hasonló fontosságú és mélységű munkát tett most le itt az asztalra, ezzel kapcsolatban fogom én őt faggatni, és a nézőknek előre bocsátom, hogy lehet, hogy néha száraznak tűnik, de ezeknek a kérdéseknek nagyon fontos, hosszú távú gyakorlati jelentősége lehet, ezért tartottam én ebben a műsorban nagyon fontosnak, hogy beszélgessünk, mert mindig azt látjuk a tudomány történetében, hogy egy-egy fundamentálisan új felfedezés az úgynevezett biliárd effektust indítja el,
meglökünk egy golyót, az meglöki a kettő mellette levőt, és így tovább, és így tovább. Jelentős változásokat indít el egy-egy jó biliárdgolyó. Ebben a tanulmánykötetben én legalább 4 ilyen golyót látok, de most már nem én akarok beszélni, hanem átadom Andrásnak a szót arról is, hogy miben más, miben új a szemléletetek, mind az elektron, mind a proton, mind egyáltalán az anyag a alapvető struktúrája az atommagnak a felépítése. Tehát miben tér el a mostani tankönyv nézetektől? Köszönöm először is a meghívást, és azt szeretném elmondani elsőként, hogy ez a munka nem csak az én munkám, hanem a társszerzőim munkája is, és nagyon nagy szerencsém volt, hogy ilyen társszerzőkkel találkoztam, akikkel néhányal közülük már több éve együtt dolgozok. Hát az a Telepin és a Baranov, gondolom. Hát ők a kísérleti részben, és igen, és Giorgio Vasolo meg az elméleti részben vele már az elektron struktúráját is sok évet tanulmányozzuk. Most ugye ez egy alapvető kérdés, hogy miből van az anyag, ugye itt van ez a szék, szilárd, nem esek bele, megtart, de ugye mégis mi az, amiből minden felépül, a testünket is beleértve. Ugye ez nagyon régóta érdekelte az emberiséget, és ugye az első konkrét válaszokat a 19. század végén, 20. század elején kaptuk meg. Ugye a 19. század végén felfedezték, hogy van ilyen, hogy elektron, amit már nem lehet tovább osztani, vagy egészen addig mindig lehetett lejjebb menni. Az elektron egy olyan részecske volt, elemi részecskének hívják, ami valahogy egy alapvető építőkő, amit nem lehet tovább osztani. És azt annyit el kell mondani, hogy az elektromos áramot ismerték, tehát Budapest utcáin is már jártak villamosok, csak nem tudták, hogy mi megy a drótba, azt mondták, hogy delej. Hát ez így van, és ugye a delejről beszéltek, meg az éter hullámairól a 19. században, tehát használták a gyakorlatban az elektronok áramlását, csak még nem tudták, mi áramlik, és a 19. század végén Thomson nevű tudós mérte ki, hogy egyenként mennek az elemi töltések, amiket elektronnak nevezett el, és a 20. század elején pedig a protont, a pozitív részecskét találták meg, és ez szintén egy olyan elemi részecske, amit nem tudtak tovább szétosztani. Tehát ez egy elég nagy lépés, hogy megvannak a LEGO elemek, amikből aztán tudunk építkezni. Ez nagyon alapvető felfedezés volt. Még annyit zárójelbe, aztán persze hagylak beszélni, hogy ahhoz, hogy az elektront felfedezhessék, vákumcsövek kellettek, igen, és nagy feszültségű forrás. Mindkettő a mérnökök munkája, és hogy milyen is a sors, ahhoz, hogy jó vákumszivattyú legyen, ahhoz jó tömítések kellettek. Tehát a technika menetét tapasztalataim szerint mindig a jó tömítések döntötték el. Az emberek azt se tudják, hogy van tömítés, de a belső égésű motoroknál, a gőzgépeknél is mindig a fejlődésnek az egyik záloga, a szűk keresztmetszete a jó tömítés van. Tehát a mérnökök meg a fizikusok általában egymás segítve, kéz a kézbe szoktak dolgozni, hogy menjen előre. Hát igen, jó esetben. Tehát ami a kísérleteket illeti, mindenképpen a mérnökök vállán állunk. Ugye minél jobb gépek vannak, analitikai eszközök, annál jobban tudjuk látni az anyag belső szerkezetét, és ilyen értelemben ma sokkal jobb dolgunk van, mint mondjuk 50 vagy 100 évvel ezelőtt, mert akkor nagyon drágák és elérhetetlenek voltak a jó eszközök. Ugye most az elektronikai forradalom és a sok mérnök munkájának révén tudunk 100 euróért oszcilloszkópot venni, és vagy sugárzásmérő eszközöket. Tehát sok olyan eszköz van, ami már egy
hétköznapi hobbista számára is elérhető, amit régen csak intézetekben tudtak használni. Ilyen értelemben demokratikusabb lett a kísérleti tudomány. De vissza arra, hogy hogyan fedezték fel az anyagot, és hogyan lépünk tovább. Ugye, amikor felfedezték, hogy vannak ezek az elemi részecskék, mint elektron és proton, utána a következő meglepetés az az volt, hogy hát ezek egyformák. Ugye, akkor azt kezdték látni, hogy hát a hidrogén az kicsit olyan, mint a naprendszer, hogy van a proton a közepén, mint a nap, és körülötte valahogy kering az elektron, ugye ez a legegyszerűbb atom, egy proton, egy elektron. Ebből van az univerzum 99%-a. Hát így van, és ugye minden víz molekulában kettő ilyen van. De ugye, hogyha naprendszereket nézzük, hát minden nap egy kicsit más, körülötte minden bolygó egy kicsit más. Itt viszont semmi különbséget nem láttak. Tehát veszünk két elektront, az pont egy forma, ugye, mint a Lego elemek. És ugye ez meglepő volt, mert ugye az addigi fizikában semmi magyarázatot erre nem tudtak találni, még sejtés szintjén is, hogy vajon miért ilyen teljesen egyforma, tökéletesen egyforma építő Lego elemeket ad a természet nekünk, az elektron és proton, és hát ugye itt kezdődött a 20. század elején, hogy próbáljuk akkor megvizsgálni, hogy mi van a hátterében, mégis ezek a részecskék, és akkor hát akkor jó irányban indultak el, de a kvantummechanikában felfedezték, hogy ez az elektron részecske az nem csak egy rész, mint egy gömb, amit meg tudunk fogni, hanem ez egyszer egy hullám is, és utána már rögtön a kvantummechanika elején De Broglie és Schrödinger megértette, hogy van ennek egy nagyon nagy fénysebességszerű vibrációja, ezt hívták Zitterbe végunknak, tehát ez egy fénysebességgel vibráló részecske, ami hullámot, valamilyen kvantummechanikai hullámot ad. Tehát kezdték azt látni, hogy itt az elemi részecskéknél ugye nem arról van szó, hogy van egy megfogható tárgy valamilyen anyagból, hanem egy fénysebességgel mozgó hullámról van szó. Tehát valamilyen értelemben, főleg az ugye elektronnál, mert a kvantummechanika elektronokkal foglalkozik, ugye azt látták már a múlt század 20-as, 30-as éveiben, hogy ez minthogyha egy önmagába bezárt fényhullám lenne. És hát ez egy jó kiindulás volt, aztán ez megtört. Tehát valami történt a 30-as évektől kezdve, és ugye minden addigi dolgot ugye szinte elfelejtettek, már nem, ugye továbbra is nagy tiszteletben tartják a kvantummechanikai könyvekben Schrödingert és De Broglie-t, de inkább nem beszélnek ezekről a fénysebességű mozgásokról, inkább nem használják a Maxwell egyenletet sem, hogy kiszámolják, mennyi az elektromágneses energia egy elektronban, hanem ahelyett, hogy az eddigi fizikára építenek, elkezdtek a 30-as, 40-es években nagyon absztrakt hipotéseket csinálni. Ugye az elektron egy absztrakt pont, ne kérdezzünk róla semmit, és úgy így zárták rövidre az elektronok az értelmes vizsgálatát, hogy ami addig volt, azt félretették, és egy absztrakt dologként kezelték, amit nem is tudunk vizsgálni. És hát ez egy sajnálatos dolog, mert ugye most már majdnem 100 év telt el az elmúlt év 30-as évei óta, mondjuk 90 év, és így 90 éve az átlagos fizikus hallgató, meg a mérnökök sem, ugye nem tudják alapvetően, miből van az elektron. Tehát volt egy nagyon jó kiindulás, és aztán ez megtört, és ezt mi sajnálatosnak tartjuk a társszerzőinkkel, és ezért mi ezt a fonalat felvettük, hogy ne vegyük ezt egy olyan absztrakt dolognak, amiről kérdéseket tudunk feltenni. Sőt, ez nagyon sok tankönyvben úgy van leírva, hogy például az elektronnak a spinje, igen, az egy absztrakció, és ne próbáljunk magyarázatot vagy értelmet találni e mögött. Hát így van, tehát ez valahol pont ellentétes az, amit egy fizikusnak kell csinálni. Ugye, nekünk az a hivatásunk, meg érdeklődésünk, hogy megértsük, hogy mi hogy működik, miből vannak a dolgok, és
Ugye ez egy furcsa dolog szerintem és a társszerzőink szerint, hogy, hogy nem akarják, hogy kérdéseket tegyünk fel, de mi akkor is feltettük a kérdéseket. Hát ha nincs kérdés, válasz sincs természetesen. Ugye nekem nagyon nem tetszik a Feynman-nak a sokat idézett mondása, hogy aki azt hiszi, hogy érti a kvantummechanikát, az nem érti. Erre kéne törekedni, mert hogyha az alapok rosszak, az alapokat nem értjük, akkor onnantól kezdve homokra építgetünk. Igen. Most az, hogy az elektron végül is miből van, ezt az előző adásokban elmondtam, tehát ez egy pár évvel ezelőtt a társszerzőinkkel megértettük, hogy mi a struktúrája ennek az elektronnak, amit ugye önmagában zárt fénynek mondhatnánk. Tehát akkor tisztázódott nagyon pontosan, hogy olyan értelemben minden elektron fényből van, hogy egy elektromágneses hullám, ami fénysebességgel kering az úgynevezett Compton rádiuszon, és ez a fénysebességű körmozgás adja az elektronnak a spinjét. Szabad-e föltenni itt olyan kérdést, hogy miért? Miért tud az keringeni a fényről? Azt gondolnánk, hogy legfeljebb egy tükör állja az útját, és aztán tovább pattantja. De ugye a mi összes fogalmunk a hétköznapi klasszikus fizikából származik, és minden, ami e fölött vagy ez alatt van, azt mi nem értjük, mert nincsenek tapasztalataink. Erre tudná valamit mondani, hogy például az elektronnál miért van ez a szokatlan, érdekes tulajdonság, hogy mondjuk önmaga körül kering és nem sugárzódik szét? Ja, ez a nagy kérdés. Tehát alapvetően a Maxwell egyenlet, ami már 150 éve használatos ugye a technológiában, az minden szinten érvényes, tehát a makroszinten ugyanúgy, mint a mikroszinten. Hogyha van egy alapvető összefüggésünk, akkor az alapvető összefüggés, hogyha egy olyan fontos dologról mond konkrétan alkalmazható egyenleteket, mint az elektromágneses hullámok, akkor ott nincs egy határ természetben, hogy itt igaz, itt van egy határ, és akkor itt már nem igaz, hanem az minden szinten érvényes. Tehát mi a munkákban ezt leírtuk konkrétan, hogy az elektron is egy elektromágneses hullám, hogyan lehet ezt látni, minden hullám fénysebességgel terjed. Tehát ugye ez egy alap, hogy ugye a Maxwell egyenletből következik, hogy fénysebességgel mozog. Most, hogyha ugye nem körpályán mozogna, akkor elszállna minden elektron, szétsugárzódnánk. Mi tartja körpályán? Itt az elektronnak van egy negatív töltése, és viszont a belső szerkezetében az ő keringésére merőleges a mágneses mező. Tehát amikor egy elektromos töltés egy merőleges mágneses mezőbe megy, akkor ugye körpályán mozog, ez a Lorentz erő, ami őt körpályán tartja. És ezt ugye leírtuk a munkákban, hogy az elektron tömegének pontosan a fele mágneses energia, és pontosan a fele elektromos energia. Ugye ez szintén logikus, hogyha valaki hullámokat tanulmányoz, hiszen elektromágneses hullámban a mágneses és elektromos mezők azok egymást indukálják, és ez így van az elektronban is, hogy van az elektromos része, amit ugye egy keringő gömbnek képzeltünk el, és van egy az ő keringésére merőleges mágneses mező, ezek egymást folyamatosan indukálják, és ez a mágneses mező tartja a körpályán. Hadd tegyek föl itt egy azért mégiscsak ide tartozó kérdést. Minden gyerek a legkésőbb fizika órán találkozik egy mágnesrúddal, és akkor az északi póluson mondjuk kilép, a másikon belép. A ti modelletek mond-e valamit a mágneses mező meg az elektromos mező lényegéről, mélységeiről? Mert a mai fizika álláspontja az, hogy nincs itt semmi látnivaló, nem áramlik ott semmi, nem mozog ott semmi, de egy gyerek is azt mondja, hogy hát valaminek kellene ottan
keringenie, áramlani, mert ez egy hidrodinamikai áramlási kép, amit mi látunk, örvények, források, azzal szépen le lehet írni. Hát ma a Maxwell egyenletek, amíg az elektrodinamika, az elektromosság mozgásának klasszikus forrása ez. Mindenki ebből él, hogyha ezeket nem ismernénk, nem lehetne fölkapcsolni a villanykapcsolót, nem működne semmi, ha ezeket nem ismernénk. Hát igen, tehát ez egy nagyon lényegi kérdés, hogyha az elektronnak, mint elemi részecskének van még egy ilyen szerkezet, hogy ott mezőkben van, akkor ugye miből van a mező, miért nem lehet ketté vágni? Mert ugye voltak olyan kritikusok, akik azt gondolták, hogy hát, hogyha az elektron nem egy absztrakt pont, hanem van valamilyen ugye, mező szerkezete, akkor én az elektron ketté vághatnám, és akkor lenne belőle két valami. Igen. Ezen óriási viták dúltak a Felix Ehrenhoftnál, aki azt állította, ő mérte meg egyébként az elektron fajlagos töltését Milliken előtt. Milliken kapta a Nobel-díjat, de az Ehrenhoft dolgozta ki magát ezt az olajcseppes módszert, és ő azért esett ki a Pixisből, mert azt mondta, hogy vannak tört elektromos töltések, tehát fél elektron, harmad elektron, és így tovább. Mások ezt nem tudták megismételni, ezt a kérdést. Igen, hát ez egy érdekes kérdés. Én ugye erről a részéről nem tudok a történetnek, de általánosságban, amikor egy atom egy elektront kisugároz, ha mondjuk ionizáljuk, vagy befogad, ugye az akkumulátoroknál mindig ez történik, akkor mindig egyenként mennek az elektronok. Tehát amikor az akkumulátort feltöltjük, vagy kisütjük, akkor egyenként mennek az elektronok, és a potenciál különbséget azt így jól lehet modellezni is számításokkal, az egy-egy elektronnak az átmenetéből tudjuk számítani. Igen. Tehát itt ugye ez a megértendő feladat, hogy akkor, hogyha ez egy ilyen mezőből van, akkor miért nem lehet ketté osztani? Tehát itt nem az a konstruktív hozzáállás, hogy akkor biztos nem mezőből van, különben én egy nagyon kicsi svájci bicskával félbe tudnám vágni, hát nem, hiszen az elektronnál kisebb dolog már nincsen, hanem az a feladat, hogy értsük meg, hogy hogyan stabilizálja magát. És itt mi odáig jutottunk el, hogy mi a vektorpotenciálból indulunk ki, és a Maxwell egyenleteket, ugye a legegyszerűbb az úgynevezett vektorpotenciálra lehet felírni. Ezt a nézőknek el kell mondani, hogy az mi, egy percünk maradt úgy durván. Én annyit mondanék póriasan, hogy a vektorpotenciálnak a deriváltja vagy a gradiense az, ami a mágneses tér. Tehát ez most egy elektromos és mágneses, igen. Igen. Vitatkoznak a fizikusok, hogy ez csak egy matematikai koncepció, vagy van-e e mögött fizika? Tehát, hogy ez egy tényleg létező mező. Van. Tehát a mi könyvünk ez határozottan mutatja, hogy van. És ugye alapvetően matematikailag ezzel legegyszerűbb leírni ezeket a tereket, tehát a tér minden pontjában egy vektort képzelünk el, ugye ez a vektorpotenciál, és ugye egyetlen egy darab vektormezővel lehet az elektromágneses mezőket utána leírni, és ebből a vektorpotenciálból jön ki az elektromos meg mágneses mező, illetve a töltés is. Ez a munkánknak az egyik lényege, hogy elsőként megválaszoltuk, hogy miből van a töltés. Tehát a töltés is a vektorpotenciálból jön ki, és az is bizonyos értelemben egyfajta elektromágneses mező. Tehát a mi munkánk az egy konkrét térelmélet, mert amit ma a tankönyvekben térelméletnek hívnak, az nem igazi térelmélet, mert ott a töltés mindig mint külső dolog teszik bele. Ez úgy be van dugva. Igen, és akkor nem mondják meg, hogy az miből van, azt csak úgy hozzátesszük, de mi csak terekkel dolgozunk. Vektorpotenciálból indulunk ki, tehát egy igazi vektormezővel dolgozunk, és ebből vezetjük le az elektromos, mágneses mezőt és a töltést, tehát a mi elméletünk
az valahol pont az, amit Einstein álmodott meg, mert ő egy ilyen egyesített térelméletben látta a fizika jövőjét, csak utána, hogy mondtuk, más irányba mentek a dolgok. Tehát mi ezt az einsteini ötletet hozzuk vissza, hogy mi egy igazi térelmélettel dolgozunk, és mivel most akkor az időnk lejárt, a következő adásban mondjuk el, hogy miből is lehet ez. András, köszönöm szépen, hogy itt voltál, a nézőktől pedig azzal köszönök el, hogy innentől kezdve folytatjuk a bogozást, a legfundamentálisabb kérdéseket tesszük föl az anyagról, térről, időről, fizikáról. Tartsanak velünk!